A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai témánk, illetve a mai főcímünk, jelmondatunk, éljen Shakespeare és a diákszínjátszás, és ezt nem én találtam ki, hanem a Fehér Holló diákszínpad honlapján olvastam. Én azt hiszem, hogy ez egy remek gondolat, mégpedig azért, mert hogy az Atlantis programról esik ma szó, annál is inkább, mert hogy esztendőről esztendőre, immáron 2015 óta nagy népszerűségnek örvend a diákszínjátszók körében, és azt hiszem, hogy az idei is egy fantasztikus történés. Erről fogunk beszélgetni, vendégeim pedig Ferenczi Noémi, a Ciszterci Fehér Holló diákszínpad vezetője, illetve Somos Ákos, a Teleki Gimnázium TEDi diákjainak vezetője. No, hát a két győztesről beszélünk. Még szó esik erről, de azért a győzelem ízét azt megemeli mindenképpen, hogy lesz egy olyan előadás, hogy mi Rómeónk, tehát szintén Shakespeare, ahol egy-egy felvonást játszik a két csapat. Azt hiszem, hogy ez egy újítás, Szikora János jelentette be. Erről majd később beszélünk, viszont most egy kicsit az Atlantis programról. Esztendőről esztendőre megmérettetek. Én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos a diák színjátszás körében. Ugye az idei esztendőben is nagyon sok csapat jelentkezett, és aki ott volt a Vörösmarty Színházban, az nem csalódhatott. De miként készül egy diákcsapat egy ilyen nagyon-nagyon fontos előadásra? Mi idén nagyon rövid idő alatt készültünk el, ennek az volt az oka, hogy előtte egy nagy darabot mutattunk be, és március 1-én kezdtük a próbáinkat, és viszonylag sok gyerekkel, mert hogy az én koncepcióm szerint ez az Atlantis, ez mindig egy ilyen beavató színházi élmény számukra, és akkor mindig igyekszem újakat hozni, olyanokat, akik teljesen színpadszűzek még egyáltalán nem voltak, akár csak iskolai színpadon sem, tehát aki szeretne, az jöhet velünk. És persze igyekszem azért úgy összeállítani a forgatókönyvünket, hogy ez a minőség rovására ne menjen, hiszen azért kilóg a lólábolykor, hogy sok a kezdő. Szerintem idén egészen jó volt az arány, sokan voltak a már gyakorlott diákjaink, és hát tulajdonképpen egy ilyen rohamunkában raktuk össze azt, hogy miről is szóljon ez az utolsó felvonás, amit mi kaptunk. Meg annyi sikert követően a TEDi is bemutatkozott. Ugye nagyon is jól tudjuk, hogy azért ez komoly kihívás, hiszen 14 iskola, 16 színjátszó csoportja volt, és azért a TEDi-től az előző sikerek okán is, ez vonatkozik természetesen a Fehér Hollóra, és elvárható, hogy valami különlegeset nyújtson. Ez egyébként bejött. Igen, nekünk is sajátos volt a helyzetünk, mert ahogy Noé mondta, mi is elég későn magát az Atlantis gálára a jelenetünket elég későn kezdtük el összerakni. Ennek az volt a leginkább a sajátos oka, hogy nekünk a Rómeó és Júlia az szeptembertől készült maga a komplett előadás, de a diák színpadunknak úgy terveztük, hogy az idei bemutatója az ez lesz, és ez egybeesett azzal, hogy véletlenül az Atlantisra is a Rómeó és Júliát osztották szét ugye az iskolai színjátszóköröknek. Úgyhogy mi egyrészt külön próbáltuk azt a két jelenetet, ami nekünk az Atlantisba jutott, és mellette próbáltuk valahogy a másik komplett előadást megcsinálni. Ugye a kettő között igazából nem nagyon volt, szereplőket tekintve volt átfedés, de teljesen mást igényel a Vörösmarty Színház nagy színpadára csinálni egy mozgást, mint egy ilyen kis osztályteremben próbálni, vagy kamarateremben. Nagyon izgalmas volt. És én nekem mindig visszatérő nagy élményem ezzel az Atlantisszal kapcsolatban, hogy minden évben olyan nehezen szenvedve indul, mindig sose tudjuk elképzelni, hogy lesz ez, hogy fog összeállni. És amikor ott vannak a gyerekek a színházban, és mondjuk az előző hétvégén fölmennek a nagy színpadra, mert ugye egy nap van, amikor lehet próbálni a színpadon, akkor egy egészen más, valahogy más flowba kerülnek, tehát ott teljesen átvarázsolódnak, annyira megérzik ennek az egésznek a csodáját.
és ezek után mindig ez így nagyon megemeli az ő játékukat is, tehát teljesen máshogy kezdenek el szinte játszani. És ez az idén is így volt. Ugye ez megerősítést jelent, én azt hiszem, a játszóknak is, a gyerekeknek, és számotokra is, illetve mindenkinek, aki ott volt, mert én azt hiszem, hogy itt csupa győztes. Tehát ugye a nagy díj a tiétek lett, viszont a külön díjakat külön-külön mindenki kiérdemelte. És ne feledjük, hogy a Rómeó és Július különleges. Ha azt nézzük, hogy eddig volt Ludas Matyi, Toldi, Arany János balladák, Petőfi versekre, akkor ilyen értelemben elkezdett kerekedni a világ. Viszont a Shakespeare mégiscsak felelősség. Tehát hogy kellett hozzányúlni ehhez a Rómeó és Júliához? Hiszen azért tudjuk, hogy mindig egy kicsit másként dramaturgizáljátok ezeket a történeteket. Milyen volt a tiétek? Hát a miénk ugye a zárójelenet, ahogy említettem, ott azzal a nehézséggel szembesültem, hogy már mindent elmondtak előttem, és akkor nekem az maradt, hogy Lőrinc barát mesélj el újra az egész történetet, illetve hát nyilván ott van Júliának az öngyilkossági jelenete is, ami egy csúcspont, viszont egy nehezen előadható csúcspont. Azon kívül vannak itt mindenféle üzenetei ennek a darabnak, amikkel nekem, mint felnőttnek, mint anyának, mint tanárnak szembesülni kellett, és valahogy nem azt szerettem volna üzenni, hogy a halállal van vége az egésznek, viszont ahogy ezt nálatok is láttam egyébként Facebook bejegyzésből, hogy hát mennyire hamis az, hogy a szülők ugye kezet fognak, és igen, akkor innentől minden rendben van, ugye béke poraikra, és akkor majd emelünk nekik aranyszobrot. Tehát, hogy valahogy egy keretbe állítottam, és ez a keret, ez az volt, hogy gyakorlatilag színjátszóknak az előadását látjuk, és az előadás után szépen összecsomagolnak, hazamennek, és boldogan élik a fiatal életüket tovább itt a Palota városban. Tehát ez volt a keret, és a másik, a kis dramaturgiai szaltó pedig az volt, hogy Lőrinc barát egy ilyen retrospektív visszaemlékezésével kezdődött a jelenetünk, tehát nem Júlia öngyilkossága után meséli el, hanem előtte meséli el, hogy mi történt, és az elmesélésben történik meg az öngyilkosság. Kvázi egy ilyen tükör mögé raktam, vagy egy üveg mögé raktam ezt az öngyilkossági jelenetet ezzel, és ezt úgy próbáltam érzékeltetni, hogy más eszközökkel, tehát filmi, tánc, hanghatások. Gyakorlatilag Júlia meg se szólalt, nem mondja el az utolsó monológiát, amit egyébként szerintem mindenki tud, de csak szájról lehet olvasni, hogy mit mond el a szerelmének utoljára, és hát Rezsnyák Eszter nagyszerűen alakította ezt a aztán filmvászon látható jelenetet, miközben táncolt a színpadon. Igen, amit én nagyon szeretek az Atlantisban, és nem csak az ideiben, hanem akkor is, amikor tényleg aranyballadákat, vagy elbeszélő költeményt, vagy valamilyen népmesei, vagy ilyen régi magyar művet kellett feldolgozni, hogy nagyon sok szabadságot ad nekünk rendezőknek, tanároknak. Vagy úgy, hogy eleve dramatizálva kapjuk meg a szöveget, vagy azt csinálunk vele, amit akarunk. Tehát igazából nem volt műfajilag ez megkötve, hogyha valakinek ahhoz lett volna kedve, hogy egy musical betétet rak bele a saját jelenetébe, azt is megcsinálhatta volna. És ami miatt viszont mindig nagyon nagy kihívás, hogy azért ugye általában ezek a csoportok ott a nagy színpadon azért nem egy nagyon kevés létszámmal dolgoznak. Hát most a Ciszter az ebben a tekintetben is mindig ugye unikum, mert nekük kórusuk is van, és 50-60 gyerek. De még a kisebb csoportokban is van 15 vagy 20. Miközben ugye az adott jelenetben meg hát nincs ennyi szerep, és azt megtalálni, hogy mindenkinek a formája, az egésznek a megvalósítási formája legyen, ami a közös játékon alapul, tehát nem szereposztást osztunk, és akkor valaki egyszerűen csak ott áldogál a háttérben, hanem hogy a közös játékon alapuljon az egész, az így rendezőileg nagyon izgalmas. És nagyon jó azt látni, hogy ezek a gyerekek, akik közül azért a többség nem egy tapasztalt színjátszó, hogy mennyire megértik, meg megérzik ezt. Hát, hogyha valakinek táncolnia kell, vagy csak keresztül mennie, vagy hoznia valamit, vagy két mondatot elmondania,
az is érzi, hogy ez egy komoly dolog, hogy ő most ott teljes jelenléttel kell, hogy legyen, és megérez valamit a színháznak a varázsából. Én ezt szeretem benne a legjobban. És hogy nem csak fa, hanem hogy milyen fa? Igen. Tehát, hogy... Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy ezek a rendhagyó színpadi megoldásokat megszerették a gyerekek, és utána visszaköszön egyébként a későbbiekben? Olyan. Igen, én magam nevében ezt tudom mondani, hogy nagyon megszeretik, nagyon meglódítja a fantáziájukat, és aztán azokban a művekben, amiket ők alkotnak, mert ugye nálunk itt van egy Borbély Levi, tehát hogy az ember már viszont látja azt, hogy mennyire beépül a gondolkodásukba, vagy hogy az eszközkészletükbe, vagy hogy variálják tovább. De hát ez természetes, hiszen mi is egy csomó olyan impulzusból táplálkozunk, amikről nem is tudunk, én most magamról beszélek, hogy nagyon sok mindent építek be öntudatlanul is, és nyilván a saját gondolatvilágomból és abból a képi világból, ami körülvesz meg, amit innen-onnan látok, ebből alkotom meg az újat. Tehát ilyen értelemben nincs új a nap alatt, de a személyiség mégiscsak valami. Ugye ez visszaköszön Borbély Levente rendezésében is immáron. Hát igen, és akkor ha már szabad kiemelni ilyen értelemben, ugye mi végül is, ahogy az Atlantis megvolt, megcsináltuk és bemutattuk a saját Rómeó és Júliánkat ott a V54-ben, és elvittük a regionális diákszínjátszó fesztiválra is, és hát nálunk pedig a Júliát játszó Csögör Zsani lett a regionális diákszínjátszó legjobb női színésze, és a Gyulai Ákos kapott még színészi különdíjat, tehát hogy visszaigazolja valóban azt, hogy ők képesek nagyon komolyan magukévá tenni ezt a dolgot. Ezek a gyerekek nem színészkedni akarnak, tehát nem azért csinálják, persze nyilván van olyan, aki szereti, hogyha ő a főszereplő, de én abban hiszek, meg nekem a tapasztalatom azt mutatja, hogy ez a közösség ereje az, ami igazából őket ebbe berántja, hogy együtt létrehozni valamit. És lehet, hogy abban nem én vagyok a dramaturgiailag a legfontosabb, de ugyanolyan fontos vagyok, mint a többiek. Egyébként az egész Atlantisnak szerintem ez a legpozitívabb üzenete, hogy itt közösségek alkotnak. Igen, mert hogy ízig-vérig 21. századi történetként mesélitek el mindazt, amit annak idején Shakespeare, de átível a korokon nyilvánvaló. Ezt a gyerekek, biztos vagyok benne, hogy megértették már ideje korán, hiszen azért számtalan olyan másik darab van, ahol szintén próbáljátok a mai korba áthelyezni, illetve egy olyan gondolatokkal megfűszerezni, ami azért a mának is ad valamit. Ez fontos a diákszínjátszás körében? Hiszen azért mégiscsak a jövő felnőttjei, akik lehet, hogy nem lesznek a későbbiekben színészek, de az nyilván ezt magukkal viszik. Hát talán annyit mondanék, hogy nem fűszerezni próbáljuk a mai korral, hanem teljesen átitatni. Vagy hát, hogy csak azt tudjuk adni, ami a lényegünk. Nem tudunk igazából visszahelyezkedni, vagy ha visszahelyezkedünk, csak azért, hogy megnézzük, hogy mi volt akkor, és abból mi az, ami ránk érvényes, vagy hogy érvényes ránk az, ami akkor érvényes volt. Mert olyan darabot, ami már nem érvényes, nem is érdemes előadni. Igen, ez a színháznak a lényege, amiről beszélünk, hogy mindig a mának kell, hogy szóljon. Tehát olyan darabot keresünk, aminek van valami üzenete a mának, és legfeljebb a formát változtatjuk. Egyébként szerintem a diákszínjátszás ilyen szempontból mindig is valamilyen módon egy ilyen nagyon progresszív dolog volt. Lehet, hogy én nem emlékszem már nagyon, hogy mikor kisgyerek voltam a 70-es években, akkor is voltak ilyen legendás amatőr meg diák színpadok, amelyek nem kosztümös meséket akartak eljátszani, mert a gyerekek abban érzik jól magukat, hanem keresték azt a formát, amiben már akkor is lehetett a mához, az akkori jelehez szólni. És emlékszem, hogy egyszer volt egy diáknapok már évekkel ezelőtt, amin a Lábodi Ádám volt az egyik zsűritag, és ő értékelte a mi kis jelenetünket, és mondta, hogy nagyon, tehát nagyon tetszik neki az, hogy a gyerekek abszolút elkezdtek a mával, az aktuális dolgokkal foglalkozni. És ő mondta, hogy ők még annak idején ilyen középkor, meg rokokó, meg tóga, meg ilyen jelmezekben játszottak ilyen népszínműveket, és hogy azt látja, hogy a mai fiatalok pedig tényleg még a klasszikus műveket is valamilyen mai nyelven akarják megfogalmazni. Tehát egy ilyen darab tulajdonképpen egy jövőképet is megfogalmaz, ami így van rendjén. Ha már jövőkép, akkor a mi Rómeónk, hiszen az... Nem tudom, hogy hol tart most ez a történet, viszont a bejelentés megtörtént ott, hogy első-második felvonás, vagy egy teljes darab, ami Rómeónk, a tiétek lesz.
Mi erről körülbelül ennyit tudunk, hogy most az első még fele az övék, a második fele a miénk, hogy a Pelikán teremben lesz, és hogy a következő évadban már bérletes előadásként szeretnék játszani, de ennél sokkal többet nem. Mi beszélgettünk róla, de nagyon röviden, most lesz egy megbeszélésünk, hogyha sikerül ezen a héten, ahol a részletekbe egy kicsit bele tudunk kereszkedni. Tehát csak annyit beszéltünk meg, hogy nekünk a mészői fordítás lenne a kézenfekvő, tehát hogy mind a ketten szeretjük és szívesen dolgoznánk belőle, de hát a színházzal erről még nem egyeztettünk. Nekem számtalan kérdésem van, de igyekszem visszafogni magam, és csak a lényeget megkérdezni. A címben már bele fogok kötni ezen. Volt már ugye erre példa, hogy tehát volt már olyan előadás a Pelikánba ment bérletesben, amit ilyen diák színészekkel csináltak meg évekkel ezelőtt. Tehát volt ilyesmire példa, de hogy ennek valóban a gyakorlatban mi a metodikája, arról nagyon kevés tapasztalatunk van. Próba folyamatot, idő, elfoglaltságot illetően. Mert hogy ez a bérletsorolt része. Én azt gondolom, hogy ha már azt mondta az igazgató úr, hogy ugye ezt mi a fődíjként kaptuk a saját Atlantisos jelenetünk alapján, akkor én gondolom, hogy van egy olyan elképzelés, hogy azért ezt mi a saját elképzeléseink szerint fogjuk megcsinálni. Én ilyenkor pedig mindig úgy vagyok, hogy én ilyenkor szeretem egy kicsit így elereszteni magam, hogy ha már van egy ilyen, akkor az legyen tényleg nagyon egyedi. De hogy ez valóban hogy fog a gyakorlatban működni, azt most még nem tudjuk. Tehát ízig-vérig Ted is Somos Ákosos, és így tovább. És Noém is. Nem tudom, hogy milyen lesz, kíváncsian várom. Nem tudjuk, hogy még mi történik a mi Rómeónkkal, a ti Rómeótokkal, illetve a gyerekek Rómeójával, Júliával meg végképp nem tudjuk, mi történik, ahogy itt közben beszélgettünk erről. Viszont nyilván van, bár most már itt van a tanév vége, azért terveitek a jövőre nézve. Erre az előadásra nézve nekem tényleg kevés konkrét ötletem van, hanem ennél sokkal több kérdésem, és amint ezekre választ kapok, rögtön elkezdek rajta konkrétabban gondolkodni. Annyit tudok, hogy szeretném visszahívni a régi fehérhollósokat, ennek érzelmi oka is van, hiszen ezt a díjat azért nem most nyertük meg, bár most kaptuk, de ez évek munkájának a beérése, és úgy gondolom, hogy azok, akik otthonosan mozognak mai napig is a színpadon, vagy van erre ráérő idejük, bár már felnőttek, azért meghívást kaphatnak a darabban. Nagyjából ennyi, itt tartok, és a többit majd meglátom. Szeretném tudni, hogy kettő szereposztás lesz-e, hát elég sérülékeny egy ilyen diák előadás, ezt tudjuk, illetve hát egy csomó jogi kérdés is, hogy például hogy zenéket, hogy lehet használni, időtartam, milyen hosszú legyen az előadás, vannak-e egyáltalán kereteink, korlátaink, és amint ezeket tudom, onnantól kezdve én is meglódítom a fantáziámat, addig nem is gondolkodom rajta. Hát nálam annyi még, hogy én nekem valahogy mindig úgy működik az agyam, hogy legalább két vagy három ilyen projekt vagy ötlet van már, és nyilván én is most nagyon azt várom elsősorban, hogy ezzel mi lesz, mert lehet, hogy az egész őszi időszakot ez fogja meghatározni, de közben már vannak gondolataim, meg terveim, hogy majd a Teddyvel a folytatásban miket, vagy hogyan lehetne csinálni. És amit még szeretnék mindenképpen, hogy mert jövő évi Atlantisnak is elvileg megvan a témája. Azt hiszem pont a Noémi ötlete volt egyébként, amikor bedobtuk, hogy és ez egy nagyon különleges lesz, mert ezúttal nem hozzuk a szöveget, hanem csináljuk. Egy embertragédiai 3.0-át szeretnénk, és hogy megírni olyan jeleneteket, fiktív jeleneteket, amik már a jelenben és a jövőben játszódnak a madácsféle modell alapján, és azt fogják eljátszani majd a diák színpadok. Igen, hát ez a 2.0 nagy siker volt Fehérváron is, a legjobb kortárs magyar írók, és remek rendezésben. Én azt hiszem, hogy erre érdeklődéssel figyel majd mindenki. Hát, meglátjuk. Nekem is vannak egyébként jövőre terveim, az Ahogy tetszik-et szeretnénk előadni, ez most nem az én vágyam, hanem a Szigeti Norbi szeretne segédrendezőként, vagy hát így együttműködőként részt venni ebben. Ő kért meg erre, úgyhogy akkor lesz egy Ahogy tetszik,
Talán lesz egy örkényestünk, az pedig a Baba Múzeumban, szóval ez a már hagyományosnak mondható ilyen irodalmi estünk lenne. Ez engem azért érdekel, mert nagyon szívesen porolnám le örkényt, nem csak az ismert szövegeit, hanem a kevésbé ismerteket is, meg szívesen dramatizálnék egy-két olyan szöveget, amihez esetleg még más nem nyúlt, de olyat is, amihez már hozzányúltak. És hát ugye az erőink végesek, és úgy kell beosztani valahogy, hogy a gyerekek közben tanulni tudjanak. Nekem ez az elsődleges mindig, hogy ne szedjük szét a gyereket, hanem hagyjuk meg majdnem sínt mondtam, de aztán az nem tetszett, de hogy azért a tanulmányaiból ne rángassuk ki, hanem mellette legyen egy ilyen élénk közösségi élet, ez így nagyon szép, csak hogy ne billenjen föl a hajó, mert bizony ez az ő jövőjük kárára is mehet. És hát ugye közben mi párhuzamosan az énekkarainkkal azért elég sok programot futtatunk, és nagyon sok az átfedés a gyerekek között is, meg ugye mi a kolléganőmmel is igyekszünk együttműködni, és ő pedig az Andok misét szeretné valamikor novemberben, de lehet, hogy decemberben előadni. Viszont az rengeteg munka lesz. Nyilván. Azt látjuk, hogy a Diák Színjátszó fesztiválok rendkívül népszerűek, és egyre hazánkban egyre több ilyen fesztivál van, ami azt jelzi, hogy egyre több olyan középiskolában foglalkoznak ezzel, ahol eddig még nem tették. Ez lett a jövő útja? Miként látjátok? Hiszen a színjátszásnak az az alapja, én azt mondom, hogy minél több helyre vigyük el, más-más dialektusban próbáljuk megmutatni magunkat, hiszen egyszerűen végtelen a lehetőség. Hát ez nem a jövő szerintem, ez már a jelen. Ugye most voltunk a Helikon játékokon Keszthelyen, ami az ilyen dunántúli összdiák művészeti fesztivál, és ott a színjátszás kategóriában két nap alatt, ha jól emlékszem, ilyen 40-valahány diákszínpad lépett fel. Igaz, hogy ott elég szigorú megkötések vannak, mert ilyen 10-15 perces jelenetek lehetnek, csak nem lehet komplett nagy darabokat előadni. De hát gyakorlatilag egymást tapostuk a színpadon a többi dunántúli csoporttal. Aztán ugye nézem a regionális diákszínjátszó fesztiváloknak a eredménylistáit, meg a fellépőket, rengeteg van. Most már nehéz elmenni egy olyan amatőr országos színjátszó fesztiválra, ami nem diák, hanem felnőtt, hogy ne lenne legalább egy diákszínpad is, mi is szoktunk menni vele. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb önkifejezési forma. Tehát én nagyon tisztelem minden olyan kollégámat, aki bármilyen önképzőkört működtet a saját energiájából, saját idejéből, nem pénzért, szenvedélyből, iskolákban, akár a rajz, akár a vizuális kultúra, ének, kórus, tehát bármit. De én, nekem van annyira elfogultságom, hogy azt gondolom, hogy a színház és a dráma az létező legjobb és legerősebb ilyen közösségépítő, meg önkifejező forma. És ezért nagyon fontos. Hát mi jó úton járunk, hiszen azért látjuk már, mint Székesfehérvár. Tehát játszunk, hogy számtalan diák színjátszókör van. És azért, ha megnézzük, hogy most és kivesszük a Vörösmarty Színházat, meg a Pelikán Színpadot, hogy lesz vagy sem, vagy mikor lesz és hogyan, akkor azért látjuk, hogy a Ciszterben folyamatosak az előadások, a V54-ben immár szintén, emellett az Öregkegyi Közösségi Házban is volt számtalan olyan találkozó, ahol különböző színjátszó csoportok léptek fel, tehát ez egy jó út. És én azt gondolom, hogy ez a jövő mindenképpen. Mindenképpen jövő, mivel hogy vannak feltörekvő. Tehát, hogy igen, a Teleki szuper, igen, Ciszter szuper, igen, a Pontatói. De ott van a Vasvári. De hogy folyamatosan jönnek az újak, tehát nagyszerű volt idén ugye a Szent Imre, teljesen igen. Újként robbant be, és nem a nullánál kezdik, nem a nullán, hanem felkaptuk a fejünket, annyira gyönyörű volt a jelenet, és nem csak az övé. Tehát, hogy tényleg nagyon erős nálunk a városban, és karakteres. Tehát mindenkinek valamennyire megvan a saját karaktere. Én azért pattintottam át a labdát, mert ugye
Ákos például ugyanazt az előadást nagyon sokszor viszi színpadra, tehát hogy 40. volt nektek most a... Hát de az igen, az már az, az a másik, saját csoportunk, a saját. Igen. Jó, de hogy van egy ilyen tendencia, akarjuk, látom igen. A diák színpadnál is, hogy mindig újra és újra és újra, én sokkal hamarabb leveszem a színpadról a darabot, tehát az nagyjából úgy van, hogy egy hónapig játszom, nem egy hónapig, hanem egy hónapon belül, háromszor, vagy négyszer, vagy ötször, vagy hatszor előadjuk, és akkor egyszer még lehet, hogy leporoljuk valamilyen rendkívüli alkalomra, és aztán elfelejtjük, és jön a következő, és ugye eredetileg az volt a neve, hogy Fehér Holló forgó színpad, és az volt a lényege, hogy minél több gyerek jöjjön be, és ezt nem tudtam megtenni, hogyha nagyon beragadtak azok, akik nagyon jók. És ez volt ennek az egésznek az oka. Aztán én nem vittem például semmilyen fesztiválra, általában ilyen egész estés darabok voltak, kétórásak, az azért nem annyira jó jelenetet kellett volna kiragadni, és az az igazság, hogy az elmúlt nem tudom hány évben, most már mindig tévedek, mindig keveset mondok, mikor éveket mondok, de inkább nem mondok éveket, de mindegy, tehát hogy folyton érettségiztettem, és nekem mindig annyira egybeesett ezzel, és annyira lefoglalt az, hogy érettségire készítek föl, érettségiztetek, valahogy nem voltam fesztivál hangulatban, és nem tudtam annyira összeszedni magam, hogy elvigyem valahova mondjuk egy jelenetét a darabnak, úgyhogy én ebből gyakorlatilag úgy kimaradtam, és mostanában se fontolgattam. Nem is okvető, igen. Tehát azt gondolom, hogy a helyi alkotói közösség fontosabb, mint az, hogy azt most az eredmények vagy az elismerések miatt elvisszük való a fesztiválra. Inkább a hakni, gondolom, de az a lényeg, hogy, hát hogy mennek, az, hogy, látnak, igen, igen, az, hogy egymást nézik, hogy rengeteg igen. előadást látnak maguk a gyerekek, az is nagyon fontos. Igen. És én még egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy mikor azt mondjuk, hogy a közösség mennyire fontos, de hogy valójában egyénileg is abból a nem olyan nagyon hosszú időből, amióta én a Tedit csinálom, azért tudnék mondani sok olyan diákot, aki nem színész akart lenni, nem azért csinálta, nem ment el utána felvételizni, és nem is lett belőle színész, vagy most is úgy játszik, hogy nem mondja azt, hogy ő neki az az ambíciója. Viszont látom, hogy az önkifejezésben, a megszólalás bátárságában, az önbizalomban, a világhoz való nyitottságban mennyit fejlődik valaki, hogy kinyílik egy próba folyamat során, hogy mi mindent megtanul saját magáról is. És ezért mondtam azt, hogy nagyon kevés olyan önképző forma van szerintem, mint a dráma, meg a színpad, ahol ezt meg lehetne csinálni. Tehát itt nem betanítunk dolgokat, és úgy próbáljuk el, hogy megfelelő időben lépjél be, és a megfelelő hangon szólalj meg, hanem hogy találd meg önmagad, fejezd ki, legyenek ötleteid, gondolkozz együtt a társaiddal. Tehát ezek a legfontosabb dolgok. Nagyon szép visszajelzéseket kapunk, amikor nem azt emelik ki egy előadás során, hogy szakmailag ilyen vagy olyan, meg a rendezői koncepció, hanem hogy látják, hogy a gyerekek mennyire odaadóan csinálják. Tehát ezek a legfontosabbak. Ezt köszönöm én azt hiszem minden székesfehérvári és minden gyermek és szülő nevében. Én azt hiszem, hogy ez egy remek út, amit ti kijelöltetek, és ragaszkodva hozzá ezt végig is csináljátok. És köszönöm, még egyszer gratulálok az elismeréshez. Mi mást mondhatnék, hogy várjuk az én Rómeómat, a ti Rómeótokat, és gondolom, hogy ezzel a gyerekek is itt vannak, és hát bízunk benne, hogy rövidesen majd színre kerül a Pelikánban. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Köszönjük mi is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Ferenci Noémi a Fehér Holló Diákszínpad, illetve Somos Ákos a Tedi Diákszínpad két rendezője volt a vendégünk, akik az idei fantasztikus Atlantis program nagy díját nyerték a két darab, egy-egy darabbal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.